2-3. Ha nyár és vad, akkor garantáltan sportnapok, és annak zárásaként egy gála mérkőzés. Viva Tamásnak most a Ferencváros rekordbajnok öregfiúk csapatát sikerült elhozni a padra, amely ebben a korosztályban is a legnépszerűbb, és egyben a legeredményesebb, tegyük hozzá a Fradi névhoz méltó módon az országban. Mert hogy ezek a zöldek hosszú ideje a legjobbak a hivatalos országos öregfiúk bajnokságban. Hogy miért is, annak jelét adta a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején játszottakból álló ferencvárosi csapat a Faddi öregfiúk elleni kánikulai gálameccsen is. Láthattuk centerben az annó gólvágó külföldön is megfordult Fischer Pált, zakatolni a középpályán Kriston Attilát, beindulni, cselezni és osztogatni Célászlót, rutinosan jól helyezkedve, az ellenfél eszén túljárva a csupa szív Szenes Sanyit, a csapatkapitányt, aztán Völgyi Dánielt a szélekről felfutva. Nem csalódott, éppen ellenkezőleg szórakozott az a közel 400 szurkoló, aki kíváncsi volt a Fradi öregfiúk meccsére a megyei szinten még mindig nagyon acélos, felettébb szervezett Faddi öregfiúk ellen. A szívünk a Ferencvárosé, szeretünk focizni, szeretünk együtt lenni, és szeretjük azt, akik szeretnek minket. A Honvéd, az Újpest, az MTK ezt nem tudja utánunk csinálni. Eddig se tudták, ezután se fogják, mert minket a szívünk visz, és a szívünk tart össze. Ezért vagyunk ekkora család, és ezért vagyunk együtt a mai napig. Jellemeznéd a mai csapatot jobb hátvédtől a középcsatárig? Osztályoznám is őket, de azt hiszem, hogy mindent elmond azt, amit látok, ahogy focizunk. Mi örömmel játszunk, nagyon szeretünk futballozni, nagyon szeretünk a pályán lenni. Ez az életünk, és én is magamnak megfogalmaztam, hogy ameddig lépni bírok, egyre lassabban futni is, meg lépni is, de én a pályán leszek. Szép megkomponált Fradi támadások gördültek, amelyeket nehéz volt a hazaiaknak kivédekezni. Úgy negyed óránként rezdült a Faddi háló. Kijátszott akció után, vagy éppen a hibákat azonnal kihasználó gyors kontrákból. Becsületére legyen mondva Vida Tamás csapatának, hogy egyenrangú ellenfél volt végig, remek, néhány húzásos támadásokat vezettek, amelyek abszolút gólveszélyesek voltak. Egy tipikus befejező csatár talán hiányzott ebből az alakulatból, aki az említett támadások végén képes lett volna bevenni a Fradi kapuját. Érett persze így is nagyon a becsületgól, ami a második félidőben 5-0-nál meg is született. Egy szép páros kapcsolatból álló összjáték után Szmolek Sándor, a Faddi futball ikonikus játékosa, a sportlétesítmény jellegi karbantartója megszerzett. Van, elindultam átlóba, ahogy egy igazi csatár elindul, és megkaptam a labdát szépen, és bal lábba elrúgtam a kapusra, meg jobbra vetődött. Nagyon jó együttes és nagyon labdabiztos játékosok alkották a Ferencváros csapatát. Az utolsó szó, már ami a góllövést illeti, a Fradié volt, így lett 6-1 a meccs végeredménye. De ez itt és most abszolút nem számított. Az is bebizonyosodott, Fadnak nem csupán egy jó, megyei szinten kiemelkedő öregfiú csapata van még, akik egyébként a település jelenkori amatőr futballjának bizony éltetve elemei. Például a 70 éves Fagyi Bá becenévre hallgató Horváth István, aki jutalomból csereként pályára léphetett a Fradi ellen. Voltunk most körülbelül 20-22-en, az utóbbi három hétben minden hétvégén játszottunk mérkőzés, ugye vége lett a járványnak, és általában tavasszal egy 3-4 meccset játszunk, illetve hát ősszel úgy szintén. Ha lenne egy öregfiúk bajnokság, de nincs akkor a Fradi játszana? Egyértelműen játszana, mert nagyon sokan vagyunk, tehát akár még két csapatot is ki tudnánk állítani. Nem kell sokáig várni, hogy a Faddi öregfiúk újra pályára lépjenek. És remek kapcsolatunknak köszönhetően újra a Ferencváros, de annak az éppen aktuális női magyar bajnok csapata ellen. Már nem először. A mérkőzést augusztus 4-én rendezik a Faddi sporttelepen.